Ők 8-an indulnak Finnországba csütörtök reggel, ezekkel a trabantokkal. Gazdag Béla és barátai fejéből pattant ki a mások számára lehetetlen küldetésnek tűnő ötlet, hogy évtizedes kocsikkal tesznek meg több mint 2000 kilométert. A magyar férfi 4 éve Trabanttal tért vissza Finnországba dolgozni, külföldi barátainak pedig megtetszett az egykori NDK-ból származó autó, megszületett az elhatározás, klubot alakítanak. Elhatároztuk közösen, hogy alakítunk egy Trabant klubot, aminek most az ideje, hogy tavaly nyáron elkezdtük a szervezését, és az idénre összpontosult az, hogy kivisszük az autókat. Ez az autó már-már muzeális értékűnek számít, hiszen több mint 40 éves. Sokan a finnek közül még csak nem is láttak hasonló kocsit. A baráti kör ezeket az autókat saját kontójára vásárolta. Van egy csomó ilyen kisebb fogyóalkatrész, például ablaktörlő. Az autók mellé csomagtartónyi alkatrészt is vettek, hiszen Finnországban a javításhoz szükséges kellékek beszerzése szinte lehetetlen lenne. A sok kihívás ellenére a barátok szerelmesek az új szerzeményekbe. Otthon biztos bolondnak tartanak majd, ha hazállítok egy ilyen kocsival. Igazából semmi értelme az egésznek, de én szeretem és kész. A lelkes csapat úgy számolja, pár nap alatt épségben megérkeznek majd Finnországba. Bár a biztonság kedvéért a konvojt egy autómentő is kíséri majd. A kocsikat pedig megérkezésük után se fogják félretenni a garázsba. Nyáron hobbi autóként fogják majd használni.